Na, szóval fegyverek után ismét egy fegyver, de ez azt hiszem, hogy a legbékésebb fegyver, amit a hadseregben van. Úgynevezett gulyás ágyúnak hívják, Somorjai Péter pedig a regiment étteremnek a vezetője. Egy pár mondatban, légy szíves, Péter, egyáltalán miért hívják ezt a, hát hogy mondjam, egy nagyméretű lakókocsit gulyás ágyúnak? Hát ezt a gulyás ágyúnak nevezett nagyméretű lakókocsit, ahogy te fogalmaztál, ugye egy tábori ellátásokra alkalmas mozgókonyha, amit itt látunk magunk mellett. Ez most jelen pillanatban már egy teljesen új beszerzés a Honvédelmi Minisztérium részéről. Nagyon csillog-villog, igen, lehet látni. Hogy... Így van, ők most álltak rendszerbe, folyamatosan próbálják lecserélni a régi technikát. Sokkal korszerűbbek, kisebb létszámú egységeket is el lehet vele látni, de teljes üzembe egy 250 főt képes ellátni ez a mozgókonyha. Most is azért főztök rendesen, tehát mi készül? Így van, a kollégák egy saját kreálmányt készítenek, szurmai pecsenyét, amivel majd szeretnék megvedégelni a stábot is a műsor után. Köszönjük szépen, Péter, azt mondd meg még nekem, hogy miért gulyás ágyú a neve, hogyha ez szleng is, meg nem szleng, miért lett ez? Hát én azt mondanám, hogy ugye a gulyás ágyú név az inkább a régi típusú mozgókonyhánkból ragadt vissza. Ugye abban inkább egytálételeket lehetett készíteni, ezért ragadt rá ez a szleng, hogy gulyás ágyú. Ezt az új típust én inkább már tényleg mozgókonyhának vagy tábori konyhának nevezném, az lenne talán a reálisabb neve, de ezt a szlenget ezt nem fogjuk úgy se elveszíteni, mint katonák, hogy gulyás ágyú. Tulajdonképpen nagyon egyszerűen rákapcsoljátok egy teherautóra vagy bárhova, és oda viszitek, ahova akarjátok, és amit mondtad, hogy több mint 200 embernek ez tulajdonképpen azonnal van. Hát azonnal ugyanannyi idő, mint mondjuk konyhában főzni? Hát nem ugyanannyi idő, mert maga az egységeknek a felfűtése az hosszabb időt vesz igénybe, tehát ugye ezek a nagy beépített tüstök, a legnagyobb része az közel 60 percmére üzemi hőfokra tudják felmelegíteni a kollégák. Annyi az előnye még ennek a mozgókonyhának, hogy ezek az egységek kivehetők, tehát hogyha egy sátorba építünk föl tábori konyhát, akkor nem szükséges az utánfutót is teljesen bevinni magunkkal. Köszönöm szépen, visszatérünk még ide, és kóstolni is fogunk, most pedig jön Luca.